Elindulnak a helyi foglalkoztatási együttműködések uniós támogatással. A foglalkoztatási paktumok célja, hogy felmérjék a foglalkoztatás helyzetét térségenként is, és a munkaerőpiaci igényekhez igazítsák a képzési programokat. A helyi paktumokban a megyei önkormányzat, a kormányhivatal, a helyi önkormányzat, az iparkamara és nem utolsó sorban a helyi vállalkozások vesznek részt. A Nagykállói térségi programról a polgármester beszélt 35 perc című műsorunkban. Mi helyben az igényeket próbáljuk felmérni, milyen típusú vállalkozásoknak van szüksége több munkaerőre, melyek azok a területek, ahol tudunk esetleg átképezni, és akkor ha átképezünk, akkor mire képezzünk át. És annak, tehát az lesz a vége, hogy 6-8-10 embernek a projekt vége után is kell tudni munkát adnunk. A maga a cél az első körben 80 ember bevonása, második körben 25 ember bevonása, és a végén pedig ennyinek kell munkát adni. 130 millió forintot nyertünk erre a mi paktumunkra, úgymond. Ebből közel 110 millió forint a kormányhivatal fogja elkölteni, úgymond ezekre a képzésekre. A képzési programokra nagy hangsúlyt fektetnek, mert több olyan álláskereső van, aki már meglévő szakmájában nem tud elhelyezkedni, de más területre átképezné magát, hogy dolgozni tudjon, álláshoz jusson. Nálunk, ami jelen van elég komolyan, az a fémipar, és ők próbálkoznak egyébként is képzéseket szervezni. Itt az esztergályos, lakatos, hegesztő szakmák azok aranyat érnek. A program a jelenlegi közfoglalkoztatottak számára is lehetőséget nyújt a nyílt munkaerőpiacra való kijutáshoz.